Nem véletlen használjuk azt a kifejezést valakire, aki elkelt, hogy bekötötték a fejét. Egy korona a fejkendőkkel, sőt, annak színével és anyagával is üzentek. Az országosan is egyedülálló gerezslaki fej és válkendő múzeumban pedig különleges darabokkal mutatják be a több száz éves hagyományt. Sőt, a helyi asszonyok egy-egy ünnep alkalmával fel is öltik magukra ezt a népviseletet. A Baranya vármegyei Geres laktelepülésre érve azonnal feltűnik, hogy a magyar zászló mellett több nemzetiségé is ott leng az épületeken. A 15 éve itt letelepedett finnek mellett a svábok is meghatározó szerepet töltenek be a falu életében, immáron 300 éve. Ezek a sváb asszonyok hordták ezeket a kendőket. Asszonyok hordták, mikor lányok voltak, akkor nem kellett még nekik kendőt viselni, akkor hajadonfőtt voltak, vagy úgy mondjuk németül, hogy csepel, egy nagyon szép fejdísz volt rajtuk, egy selyem anyagból készült, és egy kis apró gyönyörű gyöngyökkel kirakott kis fejfedőjük volt. És mikor asszonyok lettek, akkor kendőt kellett, hogy viseljenek. Erre mondták, hogy bekötötték a fejét. Több száz fejkendő közül állították ki a legérdekesebbeket a faluházban. A gerezslaki népviseletre a kék, a zöld, a bordó, a barna és a fekete szín volt a jellemző. Ezeket az Óhazából, a Fekete Erdő környékéről hozták magukkal. Például a gyönyörű bársonykendők, amik feketék voltak, azt a lakodalmak alkalmából az örömanya, a keresztanyuka, ezeket kellett, hogy viselje, mert a sváb népviselet ilyen nagyobb alkalmakkor fekete volt. A kortól is függött, ki milyen kendőt húzhatott fel. A fiatal asszonyok világosabbat viseltek, amit sejemcérnával hímeztek meg. Voltak vasárnap délutáninak nevezett kendők, ugye régen nem voltak televíziók, a rokonok összejártak. A vasárnap az ünnepnap volt, délelőtt szentmise volt, és délután rokonlátogatás volt. És ebből az alkalomból is az asszonyok egy délutáninak szánt kendőt húztak föl. Ezek voltak a nyári kendők, és ez pedig a tropikál kendők. Sarokban lehet látni a télen a posztókendőket, ugye vastagabb, melegebb legyen, és itt pedig ebben temetéskor a halottat ebben temették el. A tiszta szobába felravatalozták, és ebben a kendőbe temették el. Fejkendőkről beszélgettünk, és ez válkendő, ez a válkendő. A válkendő azt jelentette, hogy mindig kiegészítette a ruhát, a felső ruházatot, tehát a felső szoknya, a löbé, vagyis a blúz, mindig harmonizált ezzel a válkendővel, és valóban így kötötték. Ugye megpróbálták, a mell előtt átkötötték, és itt hátul megkötötték, és akkor így nézett ki. Saját maguk készítették, horgolták, és mindig valamilyen koszorút raktak bele. Nagyon adtak arra sváb asszonyok, hogy harmonizáljon a viseletük. Amilyen színű volt a kendő, olyan színű szoknyát hordtak, barnához barnát, zöldhöz zöldet. A helyiek célja, hogy a kiállítással továbbadják az itt élő nemzetiség hagyományait a következő generációnak. Emlékszem az utolsó nénire, aki hordta élete végéig ezt a sváb népviseletet. Úgyhogy én még élőben láttam, hogy azt mondhatom, tetőtől talpig, milyen is volt egy élő sváb asszony. De a mai gyerekek ezt már csak képek alapján látják. A Gerezslaki Múzeum benne a Mézes Kalács faluval előzetes bejelentkezés után látogatható.